Jó reggelt kívánok, áldás békességet! Május első hetén, május 4-én, hétfő reggel. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. A mai igét olvassuk az Ószövetségből, Mózes első könyvének harmadik részéből. Az első 15 verset fogjuk felolvasni, de elolvasásra ajánljuk az egész részt, hiszen az egész szakasz már a kijelölve. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fájának gyümölcséből ehetünk. Csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten, nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak, dehogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogyha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakította gyümölcséből, evett, majd adott a vele levő férjének is. És ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt, kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt, meghallottam a hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok, ezért rejtőztem el. Az Isten erre azt kérdezte, ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fáról ettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól, mit tettél? Az asszony így felelt, a kígyó szelet rá, azért ettem. Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak, mivel ezt tetted, átkozott légy minden állat között, és minden mezei vad közt. Hasadon járj, és sport egyél egész életedben. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt. Ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardosod. A világ első katasztrófa történetét olvastuk ezen a mai reggelen, de ez nem csak egy régen élt hiszékeny házaspárról, egy beszélő kígyóról, egy elveszített birtokról, kertről szól, hanem minden ember története, mindannyiunk története rólunk szól. Olvastuk tegnap, hogy Isten mindent jónak teremtett. Elhelyezte az embert egy csodaszép kertbe, és azt is olvastuk ezen a mai reggelen, hogy a gonosz csábításának engedve az első emberpár hozott egy rossz döntést, evett arról a fáról, amit Isten megtiltott neki. És azt olvastuk, hogy bejött a bűn a világba, fellázadt az ember az Isten ellen, kiszakította magát a szerető Isten, a gondoskodó Isten ölelő karjaiból, és bűne az egész teremtett világra kihatással lesz. Az egész teremtett világ szenved, mert az ember rossz döntést hozott. És ezt látjuk ma, hogy kizsákmányol, pusztít, az egészen aprótól a nagy dolgokig bármihez nyúl, mindennel rosszul bánik, nem tud felelősen hozzányúlni semmihez. A lázadás története, a lázadás kezdete ez, a sodródásé, a hazugságé, elhiszi a hazugságot, aztán maga is gyárt hazugságot, aztán továbbadja a hazugságot, a megtévesztést. Bevonja egyik ember a másikat a rossz útba,
és aztán együtt vacognak a bűn útján. Az elrejtőzés története, a hibáztatás története, az okolás története ez. És ismerjük mi ezt jól. Mi mindannyian az ő leszármazottaik vagyunk. Mind ebbe az Istentől elfordult állapotba születünk bele. A bűn a mi történetünk része. Romboló és visszafordíthatatlan. És talán ezért kell ezt a történetet ilyen sokszor hallanunk, hogy újra és újra szembesüljünk ezzel, hogy ezek mi vagyunk. Ez a mi történetünk, ez a mi életünk. Két üzenet, két gondolat van, amit szeretnék ezen a mai reggelen ebből a történetből idehozni. Az egyik egy figyelmeztetés, a másik pedig a jó hír, és aztán, hogy mit tehetünk. A figyelmeztetés. Isten elől és a következmények elől nem lehet elrejtőzni. Sem bokor mögé, sem kitérő válaszok mögé, és hadd mondjam azt, hogy karantén falak mögé sem. A bűnnek megvan a következménye, az igazságos Isten büntetése. Így olvassuk ezt egy másik helyén a Szentírásnak, hogy a bűn zsoldja a halál. Mindig, ha nem is közvetlenül a bűn eset után, de mégis bejön a lelki halál a világba. És a bűn esetnek, a bűnnek a legáltalánosabb következménye az, hogy nem élhetjük azt az életet, amit Isten eltervezett nekünk. Nem élhetjük azt az életet, amit lehetne. Fájdalommal jár az anyasság, fájdalommal jár a gyermek születése. Ez lesz az asszony büntetése. A férfi büntetése az, illetve a családban a büntetés az, hogy a férfi uralkodni fog az asszony felett. Megmérgeződik a kapcsolat. Pedig nem így indult. Nem így kellene, hogy legyen. A föld bogáncsot terem, verejtékkel és fáradtsággal eszi az ember a kenyerét. Pedig nem így kellene, hogy legyen. De ez lett a valóság. Az ember a saját bűne miatt szenved. De Isten elől, a büntetése, az igazságosságom elől nem lehetett elrejtőzni. De a jó hír az az, hogy van megoldás. A jó hír az az, hogy Isten elküldi az ő fiát ebbe a világba, hogy ő hordozza el mindezeknek a büntetését. Ad egy bűnbakot, aki már a bűneset történetében megígért a kígyónak szóló büntetésben. Lesz majd valaki, aki elhordozza a világ bűneit, aki elveszi a halált, elveszi a büntetést helyettük. Eljön majd az asszonynak magva, aki a te fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. És olyan jó, hogy mi olyan korban élünk, amikor ez már megtörtént, ez már valóság lett. Ezt már Isten nem csak megígérte, hanem be is teljesítette. És olyan jó, hogy nekünk nincs más dolgunk, mint ezt hittel elfogadni, feltárni és rendezni Isten előtt azt, amit tettünk, azt, amit vétettünk, azt, amit terhel minket talán napról napra. Feltárni Isten előtt, és rendezni Isten előtt azt, hogy igen, lázadtunk ellene. Kiönteni a szívünket előtte, és megvallani előtte mindent. Bocsánatot kérni tőle, és vele menni tovább, nem nélküle. Ne vidd tovább, ne hordozz tovább az Istentől elszakított állapotodat. Nagyon különös dolog, hogy kifelé tartunk most ebből a karanténos állapotból, egyre több a lazítás, de ezzel együtt kifelé tartunk ebből a csendesebb, befelé forduló állapotból is. Ne ott folytasd, ahol abba hagytad. Ne a bűn állapotában folytasd, hanem folytasd vele, elszakíthatatlanul vele tovább az életet. Így legyen. Ámen. Elcsendesedve imádkozzunk.
Urunk Istenünk, a Te igazságod megköveteli azt, hogy a bűnt megbüntessed. És ez így történt egykor az első bűneset után is, és így történik azóta mindig. De köszönjük azt, hogy a Te kegyelmed, jóságod, szereteted olyan megoldást adott az ember számára, ami elhordozhatóvá teszi a büntetést. Elküldted a Te egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust, aki bűnbakká lett miértünk, és rajta keresztül mi bűnbocsánatot szerezhetünk, Te pedig őt büntetted meg a mi bűneinkért. Urunk Istenünk, hadd tudjuk ezt a csodát, ezt a kegyelmet, ezt az áldozatot elfogadni. Hadd tudjunk a Te fiadban, az Úr Jézusban hinni, úgy, mint megváltónkban, úgy, mint szabadítónkban, úgy, mint a mi bűneink büntetésében, zálogában, hogy rajta teljesedett be az, hogy a bűn zsoldja, a bűn fizetsége, a halál, hogy nem nekünk kell meghalnunk örök kárhozatra, hanem őt büntetted meg, hogy nekünk bűnbocsánatot és örök életet adhass. Légy áldott ezért a kegyelemért, légy áldott, Urunk, a Te szeretetedért. Mindenható Atyánk, új hétnek a kezdetén, az érettségi hetében imádkozunk hozzád a fiatalokért, a vizsgázókért, akik ma és a következő napokban érettségi vizsgára készülnek. Egy nagy és nehéz, felelősségteljes megmérettetés előtt állnak. Áld meg az ő készülésüket, áld meg az ő szorgalmukat, áldásoddal légy az ő vizsgájukon, hogy sikeresen tudják teljesíteni azt. Mindenható Atyánk, Istenünk, fordulj hozzánk a Te kegyelmeddel, hogy vezetésed nyomán utadon járhassunk ezen a héten is. Így élhessünk a Te dicsőségedre. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Áldás, békesség! Szép napot kívánunk!